egészen elképesztő mérkőzés volt, rengeteg fordulattal. Maradéktalanul boldog vagy? Boldog vagyok, viszont nagyon sajnálom, hogy így 5 gól volt már be a mérkőzésbe, viszont amit megbeszéltünk, az úgy van, és az úgy lett, és győzelmet arattunk itthon a szurkolói miatt is, muszáj volt magunk miatt is, hogy élvezzük ezt a játékot, hiszen nagyon-nagyon készültünk erre, és hogy hazai pályán nyerjünk. Ez nagyon fontos volt nekünk, hogy egy nagyon jó hangulatot teremtsünk mi is, és nagyon nagyon segítettek ebbe a szurkolóink is. Számítottatok arra, hogy sikerül egy ilyen első 10 percet produkálni? Azt hiszem, a 12. percben már 6-tal vezettetek. Amikor elkezdtük a mérkőzést, és hogy jöttek egymás után a gólok, egy jó védekezés, vagy egy jó védés a Kingitől, akkor tudtam, hogy ez egy nagyon mérkőzés lesz, és hogy meg is lehet 6-tal is nyerni ezt a mérkőzést. Aztán ott ugye volt egy kis hullám, hogy amikor kicsit kapkodásba ment át ez a dolog, és akkor viszont nem jött össze semmi elől. De aztán a második fél időben is ugyanúgy elkezdtük élvezni, ahogy a mérkőzést elkezdtük. Igen, a második fél idő elején úgy tűnt, hogy a Győr erőre kap, viszont ti honnan merítettetek erőt ahhoz, hogy ismét megfordítsátok a mérkőzést, és hogy lényegében kiarcoljátok azt, hogy 5 góllal megnyeritek ezt a rangadót? Az volt, hogy mindenki egymás mellett volt, és mindenki biztatta a másikat, és ez nagyon nagy erőt adott egymásnak. Hogyha valaki elfáradt, akkor jött egy csere, akár 3-4 percre, ahogy kellett, és úgy gondolom, hogy mindenki hozzátett védekezésbe, támadásban. Úgyhogy tényleg az, hogy együtt volt a csapatban. Az utolsó 7 méteresnél mi kavargott a fejedben, mi járt a fejedben? Vagy ki tudtad zárni egyáltalán az atmoszférát, és csak a kaput láttad, és a kapust? Én mindent kizártam, nem remegett meg a kezem egyáltalán. Az Angie is odajött, hogy jó vagyok, be tudom lőni, és ez járt a fejembe, hogy igen, meg tudom csinálni, és be kell lőnöm. De azt viszont kizártam, tényleg egy kis hangzavart, hogy ez ne zavarjon meg ebbe, és koncentráltam, odafigyelve sikerült belőni. Ugye jön a bajnokság hajrája, és minden nyílt. Lehet matekozni, biztok abban esetleg, hogy a Győr esetleg Debrecenben pontot veszít. Mire lehet számítani, és miben lehet bízni számotokra? Most minden ott van, mi nem kezdtünk el számolgatni. Persze biztosabb lett volna, hogyha ma 6-tal győzünk. Ez nem sikerült. Minden esélyünk ott van. Ki tudja, hogy a Debrecenben milyen mérkőzést fognak játszani. Bízunk benne, hogy akár egy pontot is elvesz tőlük a Debrecen. Biztos, hogy jó mérkőzés lesz, és felkészülnek egymásból. Mi pedig megyünk, és megpróbálunk minden mérkőzést nagy arányú győzelemmel végezni.